Szép jó napot kívánok! Cini Zoltán magyar tanár vagyok, a Nagybecskereki Egészségügyi Középiskolában, valamint a Jován Trajkovics Közgazdasági Kereskedelmi Középiskolában tanítok. A múlt órán Mikszáth Kálmánról és a legjelentősebb novellás kötetéről, a Jó palócokról beszéltünk, ma pedig el fogunk olvasni tőle egy novellát, a Tímár Zsófi özvegysége címűt. Mielőtt elolvasnám nektek a novellát, szeretnék néhány olvasási szempontot adni nektek, ugye? Tehát, hogy mire figyeljetek oda. Tehát mindenféleképpen ugye Zsófi jellemét meg kell figyelni. Figyeljétek meg a férj, Péter viszonyulását a feleségéhez, a falu népe miként kommentálja a Zsófival történteket, figyeljetek oda arra, hogy milyen színszimbolikát alkalmaz Mikszáth ebben a novellában, valamint a remény motívumára is. Egyébként nem biztos, hogy a legjobb módszer az, hogy most én olvasási szempontokat adok nektek, mivel ezáltal befolyásolom a szövegértelmezéseteket, viszont most, mivel ilyen körülmények között tanulunk, ezért így láttam jónak, hogy hatékonyabbá tegyem a feldolgozás folyamatát. Tehát a novella szövege az interneten is megtalálható, hogyha erre a linkre kattintatok. Egyébként a Magyar Nemzeti Tanács honlapján majd fent lesznek ezek a prezentációk, tehát nem kell egyesével pötyögtetni ugye, ezeket az elérhetőségeket, tehát ott majd rá tudtok kattintani, valamint az olvasókönyv 218. oldalán található a novella. Tehát akkor visszatérek az olvasási szempontokhoz, és felolvasnánk a novellát. Tehát ebben az új kiadású olvasókönyvben a 218. oldalon található. Mikszáth Kálmán, Tímár Zsófi özvegysége. Ezek a kedves kis portékák, ezek a szőke asszonyok olyan szelídek, olyan jók, mint a bárányok. Legalább ez a Tímár Zsófi, ez egészen olyan. Mióta férjhez ment, csak a mosolyát látni. Azelőtt a boldog mosolyát, most a fájót. A boldogságával nem volt terhére senkinek, a fájdalmával sincsen. Nem kérkedett, nem panaszkodik. Hanem az a fehér arca, az a mindig fehérebb arca, elbeszéli minden nap mindenkinek, amit úgyis mindenki tud. Itt hagyta a férje kegyetlenül, gonoszul. Pedig derék fiatalember volt. A legdolgosabb, legügyesebb ács a környéke. Ki hitte volna, hogy megcsalja azt az áldott, kedves asszonyt, két hamis szem éjszakája, hogy annyira megfeketíti a lelkét. S elmegy azzal a másik nővel a világba elkárhozni. Hírét sem hallotta, ki tudja, merre mentek. Út pora, melyben nyomuk veszett, el nem beszéli, szellő nem árulja el, hol vannak, suttogó lombok nem mondják meg értelmesen, pedig arról beszélnek. Csak legalább egy szót mondott volna, amikor elment bágyról. Nem fájna úgy a szíve annak a szép szőke asszonynak, akinek most az a neve, hogy Szalma özvegy. Ha legalább megcsókolta volna még egyszer, ha hidegen is, ha erőltetve is, és így szólt volna. Engem te már nem látsz soha többé, más szeretek, annak adom az életemet. Hanem lopva ment el, össze voltak beszélve. Elment, és nem jött vissza, pedig már egy éve, egészen egy éve. Visszajön. Ó, bizonyosan visszajön. Péter nem rossz ember. A szíve mindig jó volt, nem lehet végképp elromolva. Az a személy elvehette az eszét, bevehette magát a szívébe, hanem olyan az csak, mint a hamis festék. Az idő kiszívja, meghalványítja. Vissza fog ő térni. Tímár Zsófi remélt, s mikor az olló varrás közben kiesett a kezéből, mindig felsóhajtott. Ó, bárcsak a földbe szúródnék.
mikor repülő szarkát látott az ablakból, mindig felsóhajtott, ó, bárcsak az ő kerítésére ülne rá. De az olló sem akart hazudni, a szarkamadár sem. Esténként a küszöbre ült ki, onnan le lehetett látni messze-messze a kígyózó országúton, egészen odáig, hol már a felhők lába lóg. A szép, halovány arc fölé ernyőt csinált kis kezéből, s úgy bámult arra a nagy, titkos lapra, amelyről, mint egyes betűk, bontakoznak ki furmányos szekerek, utazó vásárosok, vándorok, és a jóisten tudná elmondani, kik még. A falubeliek sokszor mentek el mellette, köszöntek is neki, de észre sem vette. Zsófi az urát várja, suttogták egymás közt, és még nevettek is hozzá. Pedig mégis szegény Zsófinak volt igaza. Az ő szíve többet tudott, többet sejtett, mint amennyit az egész világ bölcsessége megmondhatna. Amint egy délelőtt a dohánypalántát öntözné nagy gonddal, ha megjön a gazda, legyen mit füstölnie a télen, ragyás öregasszony lépett be az udvarra. Üzenetet hozott. A férjettől jövök, Zsófi. Arra kér, bocsáss meg neki, megbánta, amit tett. Ott dolgozik a harmadik faluban, Gózomban. A bádoktornyot reperálják. Ő maga nem mert eljönni, félt, nagyon haragszol. Ha megbocsájtasz neki, jöjj el hozzá, azt üzeni. Menjünk, mondá szelíd szőke asszony. A fekete kendőt leoldotta, spiros olajosat kötött fel az útra. Péter kedvenc színe, meg aztán illőbb is ehhez a szép naphoz. Egy aranyozott keresztet kellett feltenni a torony tetejére, a gombra. A tekintetes asszony, a tisztartóné ikreket szült, annak örömére ajándékozta az eklézsiának. Ki vállalja el a dolgot, fiúk? Kérdi az ácsmester, Rögi Mihály uram. Én, mondá Péter. Én megyek, majszter uram. Inkább talán belindek, Samu. Te már nehéz vagy egy kicsit. Soha sem éreztem magam könnyebbnek. Elhiszem. Megszabadultál a nyűktől? Hát csak ugyan elkergetted? Elég csinos vászonjószág volt. Igaz-e, Samu? Péter lesütötte a fejét, s lassan, kelletlenül mondá. Megutáltam benne magamat. De meg az igazat megvalva, ami egyszer karika, gurul az. Gurult a te kezedből is, ugye? Hallod-e, Samu? Hehehe, elnye, kópé, kópé. No most már csak ugyan te teszed fel az aranykeresztet? Péter megvető, nyugodt pillantást vetett Samura. Hagyja Samut, Rögi uram, majd fölteszem én. Várok valakit valahonnan. Úgy dobog a szívem, ha vajon eljön-e. Már csak azért is felmegyek a toronyra, hogy egy pillantást vethessek bágy felé, véges végig az országúton. No, én azt se bánom. Eredj hát szaporán, a felső ablakból magam adom ki majd a keresztet, ha már fent leszel. Fent is volt Péter nem sokára. Olyan ügyesen kúszott a deszkapárkányzatról, akár az evet. Ide most azt a keresztet, kiáltá aláhajolva. Hadd tegyen föl szaporán. Itt van, fiam. Péter még följebb kapaszkodott, s mikor már egészen helyén volt, legelőször is oda nézett a bágyi országútra. Amott jön, Zsófi az. A vénasszony mellett ügető léptekkel éppen most fordult be a faluba. Szíve nagyot dobban, majd összeszorítja valami, keze megreszket, szeme elhomályosul. Ha-hó, Péter, föltetted-e már? Zavartan, remegő hangon felelt vissza. Melyik gombra tegyen föl? A vén ács elsápadt a toronyablakban, keresztet vetett magára, s szomorúan dünnyögé. Teheted már akármelyikre. Nem volt ott több gomb egynél. Azt a szédülő ember látványa látja csak kettőnek, háromnak. Tudta, mi következik.
eszeveszetten rohant le a garádicsokon, tudta, mire leér, az alatt már Péter lent lesz, még messzebb lesz a túlvilágon. Egyszerre értek a torony alá férj, feleség, csak hogy az egyik a magasból halva. Mégiscsak a fekete kendőt kellett volna elhozni ehhez a találkozáshoz. Zsófi némán borult a holttest fölé, csókkal borította, sokáig tartta átkarolva görcsösen. Mikor erőszakkal elszakították onnan, akkor is olyan szelíd, olyan nyugodt volt az a bánatos arca, mint egyébkor. Nem volt mégsem szava, sem könnye. Visszafordult, egy utolsó tekintetet vetett a halottra, s összeroskadt. Majd felkelt, megragadta acélerővel az öregasszony vállát, s szilaj, dúlt arccal, tompa hangon kérdé. Minek hozott Kend ide? Honnan fogom őt ezentúl várni? S könnye csak most eredt meg, mint a kiengedett patak. Jó, tehát ez volt a novella szövege, és akkor remélem, hogy közben figyeltétek az olvasási szempontokat, ezeket fogjuk most részletesebben megbeszélni. Először is, mennyi idő alatt játszódik le a cselekmény, és hol? Megtudjuk a novellából, ugye, hogy körülbelül egy év alatt játszódik le a cselekmény, ugyanis Zsófi körülbelül egy évig várja a férjét, míg nem üzenet érkezik. Hol? Hát a Palócföldön, ugye, tehát falusi környezetben, vidéki környezetben, ez egyértelműen látszik. Említésre kerül Bágy, valamint Gózon települések neve. A korábbi órán említettem, hogy vannak visszatérő szereplők ezekben a Mikszátféle novellákban, viszont nem csak visszatérő szereplőkről, hanem visszatérő helyszínekről is beszélhetünk, tehát Bágy és Gózon többször is szerepel ezekben a novellákban. Péter igazságtalan feleségével szemben, de megbánja tettét. Ugyanis mi történik, ugye? Tehát Péter úgy hagyja ott a feleségét, hogy nem szól neki erről. Fogja magát, elmegy egy másik nővel, ugye? Szegény asszony, Zsófi pedig csak várja, ugye? És reménykedik, hogy a férje egyszer visszajön. Tehát tulajdonképpen Péter tisztességtelen módon hagyja el a feleségét. Ide írtam zárójelbe, hogy megutáltam benne magamat, ugye itt arra gondolok, amikor már Péter megbánta a tettét, és arra gondol, hogy a szeretőjében utálta meg saját magát, ugye? Mert úgy gondolja, hogy a szeretője az, akit felelőssé tehet ezért. Zsófi jelleme, Zsófi szelíd, olyan, akit észre sem vesznek a falusiak. Mindjárt itt egy idézet a novellából. Boldogságával sem volt terhére senkinek, a fájdalmával sincsen. Tehát Zsófi egy nem túl színes egyéniség, észre is veszik, meg nem is veszik észre, tehát a falu életében nem játszik különösebb szerepet, viszont azért a falusiak suttognak a háta mögött, ugye, hogy na, ezt az asszonyt szó nélkül ott hagyta az ura. Ami érdekes Zsófi esetében, hogy nem tud egyedül élni, azonnal visszafogadná Pétert. Egy évig gyászol, ugye, hordja a fekete kendőt, holott tudja, hogy a férje nem halt meg, csak elhagyta őt, mégis fekete kendőt hord, és többször is mondja, hogy visszafogadná Pétert, ugye, és amikor megjelenik nála az öregasszony, akkor nagyon megörül, ugye, a fekete kendőjét mindjárt piros színűre váltja. És akkor itt mindjárt jön ugye a színszimbolika, tehát a fekete és a piros szín és a kendőcsere. Mit is jelent a szimbólum, vagy a jelkép? A fekete esetében, hogyha feketét öltünk magunkra, ugye, akkor az általában a gyásznak a színe, ugye, vagy a szomorúság, a halál jelképe, a piros pedig éppen ennek az ellentéte,
Tehát a vidámság színe, vagy a kihívóságé, tulajdonképpen a kihívó viselkedésé. Jó. Továbbá itt van még a remény motívuma. Azt szoktuk mondani, hogy a remény hal meg utoljára. Ugye? Tehát Zsófi egy teljes éven át reménykedett abban, hogy az ura visszatér, és amikor megérkezett az öregasszony, hogy bizony, tehát azzal a hírrel, hogy bizony visszafogadná őt a férje, illetve egészen pontosan azt kérdezi tőle, hogy Zsófi visszafogadná-e Pétert, akkor nagyon megörül, ugye, tehát a remény halt meg utoljára. Viszont a szöveg utolsó előtti mondata, kulcsmondat, így hangzik. Minek hozott Kend ide, honnan fogom őt ezentúl várni? Amikor a férj leesett a gózoli templomtoronyból és meghalt, akkor Zsófi tulajdonképpen elveszítette a reményt. Egy éven át boldogtalan volt, viszont mindvégig bizakodott, ugye hát ha Péter vissza fog jönni hozzá, most már viszont beteljesült a sors akarata, Zsófi számára már a remény is elveszett. Amiről még beszélni lehetne itt, hogy tulajdonképpen ki szenved jobban, Zsófi vagy Péter, tehát a férj vagy a feleség. Mind a kettő a maga módján szenved, azzal, hogy Zsófi természetesen sajnálatra méltóbb figura, ugyanis ő végig gyászolja, végig szenvedi azt az adott évet, majd a későbbiekben is, tehát Péter halála után is szenvednie kell. Pétert is lehet sajnálni bizonyos szempontból, csak nem olyan mértékben, mint Zsófit, mert ugye egy rossz nő, nem megfelelő nő miatt hagyta ott a feleségét. Jó. Nagy vonalakban ennyi a novelláról. Amiről még szeretnék beszélni, az az újraírásnak a fogalma. Tehát a 20. században, a 21. században divatja van az újraírásnak. Mit jelent ez? Hogy az egykori régi szövegeket a kortárs írók aktualizálják, és a Tímár Zsófi özvegysége című mixált novella is feldolgozásra, illetve újraírásra került Tóth Krisztina által, mégpedig Tímár Zsófi Muskátlia címmel. Ezt a történetet csak az interneten találjátok meg. Nagyon hasonló egyébként ehhez a mixált féle novellához, azzal a különbséggel, hogy más környezetben játszódik. Tehát a mixált féle novellában vidéki környezetben járunk, Tóth Krisztinánál pedig nagyvárosi környezetben. Tóth Krisztina prózáit egyébként úgy is szoktam nevezni, hogy panelprózák, ugyanis lakótömbökben játszódnak, ebben az esetben például a lakótömb 9. emeletén. Tehát a helyszín különböző, a motívumok viszont hasonlóak. Ugyanarról van szó, a férj elhagyja Zsófit szó nélkül, majd egy év után visszatér, és muskátlival szeretné meglepni a feleségét a 9. emeleten, ugye? És mi történik? A végén a férj kizuhan a lakás 9. emeletéről. Tehát nagyon hasonló a Tóth Krisztina novella cselekménye a Tímár Zsófi özvegysége novellájának cselekményéhez viszonyítva. Itt csak felsoroltam nagy vonalakban Tóth Krisztina novellás köteteit, ezeket nagyon ajánlom, mert középiskolásoknak, illetve középiskolásoknak is szólnak, és aktuálisak, tehát tipikusan 21. századi történeteket dolgoznak fel, ő lenne Tóth Krisztina. Valamint Tóth Krisztina könyveinek a kiadásai, ugye, tehát ezek a védő borítók, már eleve a megjelenítés is, hogy mennyire hatásvadász, ugye, fogalmazhatnék így, tehát nézzük csak a Hazaviszlek jó című kötetnek a védőborítóját, amikor negyedikben kortárs irodalmat tanítok, akkor mindig beviszem Tóth Krisztinának ezt a kötetét, és csak a borítójáról, tehát a védőborítójáról tudunk legalább 10-15 percen át beszélgetni.
Házi feladat. Na most szeretném elmondani, hogy ezeket többnyire én órán szoktam realizálni, viszont most erre nincs lehetőség, ezért házi feladatnak jelölöm ki. Tehát az első, legyetek újságírók, írjátok meg Tímár Zsófi esetét hír formájában. A második feladat, képzeljétek el, hogy Péter közölte Zsófival azt a tényt, hogy elhagyja őt. Tehát módosítunk egy kicsit a cselekményen, ugye? Nem szó nélkül hagyja el a feleségét, hanem megmondja neki, hogy miért, és nektek kell megírnotok ezt a dialógust, ugye? Tehát a férj és a feleség közötti dialógust. Elárulom, hogy ezek nagyon jól szoktak sikerülni, tehát van, hogy férj és feleség ugye az órán összevesznek, összekiabálnak, tehát ez izgalmas feladatnak szokott bizonyulni. Valamint olvassátok el Tóth Krisztina Tímár Zsófi Muskátlia című történetét, s hasonlítsátok össze Mikszáth Kálmán Tímár Zsófi Özvetsége című novellájának cselekményével. Látni fogjátok a párhuzamokat, és igazán olvasmányos történetről van szó. Szeretném megköszönni egész heti figyelmeteket. Én élveztem ezeket az órákat, remélem ti is. További szép napot, jó egészséget kívánok, vigyázzunk egymásra!